Na. Imádom, amikor átalesik rajtam a... Mi ez? A folyó északon, ami ketté vág. Ugye, ami ketté vág, az ugye ez a terület, ugye Ankelon, a kis folyó, ugye végig lefele északon. A test, mi a tököm ez? Patak váj. Igen, az a patak. Kettés dombján két épület van. Két épület? Játékos által épített épület, vagy már létező épület? Ott a ruin van. Várjunk, folyó. De itt is van folyó. Nem, ott az nem folyó. Ez az egy folyó van. Így itt. Két épület. Két épület. Mi a faszt? Kell olvasnom még egyszer. Patakváj. Ketté. S dombján két épület van. És dombján két épület van. Igen. Mert nem két épület van, ám öcsém. Sok épület van. Ha az északi tornyokat nézzük, három szám szerint. Folyó felől kettő. Hát jó, hát... Figyeljetek, hát oda megyek! Oda megyek. Fogom a madaromat. Hol a madarom? Kell neki a madar. Én madaram. Elviszem az egyik csicskadétot. Valaki MG-zne. És mit? Adok neki mézet. Na, majdnem fel van szerelve, tök jó. Ez már nem kell neki. De jó, hogy nem kell nyomnom a gombot. Csak az a baj, hogy bármilyen hangot adok ki magamból, halljátok, az viszont zavar. Már mondjuk az elején az is zavart, hogy lát engem a kamera. Aztán még a végén megszerettek. Micsoda? Sky, én nem tudom. Ja, oké, egymással beszélgettek, okés. Jó. Ja, te nem eszel ilyet, a lónak kell adni.
Hát abban sokra nem megyek, de berakom a nyergébe. Na! Irány, surány! Várjunk, ha oda kell mennem, akkor a sóstói TP-t kéne használni, akkor szerintem elmegyek a zugári törzshöz, és a zugári törzsnek a maprumját használva fölmegyek. Oh, ennyi az idő. Jaj! Idő van. Na hát ezt mondtam, hogy ilyenkor aztán mindent fogtok hallani, de elméletileg... És most újra hallotok? Nem hallottátok, hogy nyelek meg ilyenek? Lenyelek. Lenyelek vagy lengyelek? Akkor fasz, akkor jó, mert mit csinál? Nyeltem. Úgy lenyeltem, mindjárt lenyugszok tőle. Csak kár, hogy 16 éve már. Na mindegy. Na, gyerünk. Hopsz. Nem egészen erre akartam jönni. Hopsz. Hopsz. Nem hiszem el, hogy azt nem bírom átugrani, de komolyan. Gyerünk. Nem akarok elkésni a rendezvúról. Jó, emetleg erre, erre laknak. Hú, de rohadtul fáj a vállam. Ajaj, csűsd meg. Ha kirakjuk a subscribe feliratot, akkor Panadorra gyűjtök. Ahogy idősödök, egyre vagányabb, ezért fájdalomcsillapítókra fogunk gyűjteni. Utána megy majd csípőprotézisre, fogprotkóra, fogbeültetése, hajbeültetése. Sírnál, ha papnő lenne? Hát... akkor nem tudom, mi lesz. Valami biztos. De figyelj! A legrosszabb esetben két darab fejszével mindig is tudtam játszani. Nem fog nagy meglepetés érni. Maximum meghalok. Mondtam, hogy most nagyon benne van a pakliba, hogy ledarálnak. Ez sajnos egy ilyen szakma, kérem szépen. Véj! A trebuláját neki! Véj, hol ezek a szöges fackok! Jaj, ki ez a... Jézusom! El az útból! Szervusz volt az elmeket is? Ez tart! Az útból, szöges mackok! Jaj! Látjátok, én nem megyek el szó nélkül az emberek mellett. Mondtam a karakter. Ordibálok, mint a sakál. Bézé, világát nem tudja veznek. Egyébként egyszer annyira játszanék egy ilyen nagyon higgadt karaktert, de egy ilyen végtelenül, de egy igazi harcost. Vagy ilyászt, ilyen vadászt, két darab állattal, mint mondjuk a Rexár.
vagy egy ilyen tipik lovagot, vagy valami katonát, vagy egy kalandort például, akitek tényleg csak a kalandozás, a felfedezés, a nők, meg az ilyenek, semmi nagyra vágyó cél, csak megvívja a maga csatáit. Vagy például még ami nagyon tetszett, még egy karakter elképzelésbe, egy ilyen igazi sámán, vudú, meg minden, minden falságot el tudok képzelni, ez a kalózkodás is nagyon bejön, vagy azt az igazi tolvaj cuccot, valami nagyon durva hardcore tolvaj cuccot játszani, de vagy például még ami nagyon adnék, amit most a izéjék csinálnak a Máték, ez a városőr. Egy aljas mocskos tolvaj, azaz. Gregor az nem volt aljas mocskos tolvaj. Ő, amikor megkérdezted, hogy milyen arca volt Gregornak, abban leírtam a jellemzését is, tenyérbe mászó. Királyt játszanék-e? Őszintén megmondom, neked kipróbálnám. Kibaszottul érdekelne, milyen lenne királynak lenni. De ahhoz... ahhoz... nem tudom. Na, nem tudom. Talán több emberre lenne szükség, hogy jobban ellesátsz. Ugye a király az nem egy olyan karakter, tudod, aki mindig kimegy mindenhova. De nagyon kíváncsi lennék rá. Hogy hogyan menne az egész. Biztos rohadt sokat kéne tárgyalni. Na itt a két torony. Itt a két épület. És a víz, ami ketté válja a sziklát. Szóval megérkeztem a megbeszélt helyre. Ankelon elé. Na, kíváncsi leszek. És akkor most várunk. Szakad az eső, szokás szerint. Már megszoktam a ízét, bazzeg, a sós tenger illatát, a szabadságot, a tengert. Igazából a mocsárban élek, a láb környékén, ahol kibaszott büdös volna, semmi probléma. És miért itt? Miért vajon itt a kapunál? Azt lehet, hogy én vagyok a hülye és oda lentre gondolták. Már mindjárt kiderül. Inkább lemegyek. Ott vágja végül is ketté a víz a sziklát, nem itt fent. Túlságosan egyértelmű lenne. A hülye is látná, hogy itt beszélgetek valakivel. Komló. Né? Mi a fa? Ez nem kecske! Na, úgy. Na, azért megmondom az őszintét, hogy nem akarok megdögleni. Hát innen túl sokat nem látni. Hát kilátszok, túl nagy darab vagyok. Na jó van, akkor itt várunk a lóvá. Leülök erre a sziklára.
Persze, hogy ilyen ülős animációkat... Mi a szar? Úgy csinálok, mint aki nem lenne itt. Figyeljétek már, nagy úr! Faj, hogy is te jó ember! Üdvözlet! Megkaptam a levelet. Ez feltűnt. Különben nem lettél volna itt. Mi lett olyan? Fontos, hogy vissza kellett térnem a küldetésből, amit adott. Van pár érdekes fejlemény, és szeretném, ha megnéznél valamit. Ez már most rosszul hangzik. Miről lenne szó? Valaki betört hozzám. És mivel egyetlen egy mágus rend van, úgy gondolom, hogy valamilyen mágus lehette a rendedből. És Diane nem volt a segítségére? Nagy... Még nem bízom meg benne olyan szinten, hogy ezt feladatot neki adjam. Mondjuk teljes értékben... De nem is ez a főszem. Mondja. A főszempont az az, mindenféleképpen vissza kell térned. De nem a varázsló rend élére. Azt hagyd magad mögött. Egyelőre. Be kell készülnünk. Úgy tűnik, hogy forró lesz a talaj. Mostanság. Hát... Hát akkor végül is. Csak igazam lett, amint észrevettem. Tájá egyfolytában cipelteti magát az ugari törzsnél. Nem igazán tölti be főmágusi posztját akkor a jelek szerint. Nem, lelkes a kislány, lelkes. Nincs vele probléma. Ám a tapasztalata még koránt sem elegendő. Hát akkor is. Aggasztó híreket kaptam tőle. Aggasztó. Akkor ezért volt sürgős az, hogy visszatérjek akkor a turáni megfigyelésből. Pontosan. A turániakat egyelőre félbe kell hagyni. Ez most prioritást élvez. Miért veszélyben a város? Elkezdtem terelni a birkákat. És siker, veszélyben lehet a város. Kitapostam az ösvényt, amin fognak közlekedni. Már csak az a dolgunk, hogy megfelelő ösvénybe tereljük őket, viszont ahhoz szükségem lesz rád. Úgy tűnik, hogy több ember is városon belül akar szövetkezni ellenem. Az egyik Demetrió. A jelentések szerint nem tudom, mennyire bízhatok meg Dájában, de ő a te embered. Szava hihetőségét általad fogom elbírálni. Rendben van.
megoldható, ám viszont Ankelum. Hagyjuk ezt a... Hagyjuk ezt! Nem így kezdtük ezt! Figyelj, megmondom neked, Byron! Vagyis mint, hogy fogalmazzam? Kicsit megkavarod mostanában az elmém. Byron! Anno, amikor megalapítottuk ezt az egészet és családjaink szövetséget fogadtak egymásnak. Megegyeztünk abban, hogy halálunkig fogjuk egymást, foglak téged szolgálni, mert megbízom az ítélő képességedben. Igen, ez fordítva is igaz. Úgy látszik, hogy az ideje a városlakóknak kihúzni a kúpot a seggéből. Mint mondtam, elindítottam egy irányba a dolgokat, aminek a végén hatalmas meglepetés fogja érni cselszövőket, de amíg el nem érkezik ez a pillanat, addig a magabiztosság kényeznek. Nagyon jó ötlet, Byron. Akkor itt az ideje magunkhoz ragadni kellőképpen a tiszteletet és a hatalmat. Pontosan. Nem sokára eligazítást fogunk tartani. Egy-két napon belül tér vissza számüzetésedről, hogy ne legyen feltűnő. Gondolkodom, hogy hogyan lehetne ezt a lehető legjobban kivitelezni. Megírom levélben, amint összeraktam a képet. Megfelelőképpen lesz elintézve minden. Rendben van. Megpróbálom én elolvasni, ugyanis aki betört hozzám, az pontosan tudta, hogy a leveleimet hol tárolom. Akkor egyezzünk meg valamiben, Byron. Csináljuk úgy, hogy a csillagászati idő szerint mához egy napra, pontosan 19 órakor helyezz el egy madarat, és várakozz türelmesen a postalátádnál. Tizenkilenc óra az nem lesz jó. Legalább 8 óra az lenne jó nekem. Nagyszerű, teljes mértékben megoldható. Most viszont... Nem tudom, hogy erre, hogy mind hány méterre. Nem üzdetelek mindenféle ilyen sivadari kisfiúkkal! Menjek innen a vérbe, azt hiszed, hogy le lehet húzni engemet? Óvatosabban kivel szája az, te féreg. Ugyan már, uri fiúcska! Menj innen, te is meg a piperelóvad! A kutyafáját! Megkarod még pont az ándemét! Hú, ezek... Most nyalóka lesz! Most nyalóka lesz! Nem tudom, hogy pontosan kik esküdtek Byron ellen. Vagy kik azok, akik lázadni mernek Byron ellen. De mivel most nem főmágusként fogok visszatérni, hanem szó szerint a város második embereként, szarrá fogom kínozni őket. Egyesével. Megtöröm mindet.